Insider autónál is vannak ám hibák. Itt sem minden fenékig tejfel. A mai műsor a valóságról szól, hogy ne tessék feltétlenül elhinni azt a rózsaszín mesét, ami a fényképeken meg a videókon van. A valódi élet nem ilyen. Kapásból mindjárt itt van ez a fekete csoda. Gondolhatnád, dolgozott rajta a Manus 4,5 évig, a mai napig egy őrült módjára dédelgeti, szerelgeti, biztos tökéletes. Full nem az! Ma végig viszlek a kisebb-nagyobb orvosolandó vagy akár együttélős hibákon, amik az én autómon vannak, hogy ne ess abba a téfitbe, amit sokan gondolnak. Az öreg autózás úgy működik, hogy egyszer felújítom, megcsinálok rajta minden, és onnantól olyan lesz, mintha új szalonautóban ülnék. Semmit nem kell vele csinálni, csak járok vele és kész. A számomra a legnagyobb hibája, hogy megdöglök benne a melegtől. Mert gyenge szar vagy azért. Idén nyáron sokszor volt 30 fok fölötti hőmérséklet. Na, ez az autó kályha olyankor. Eleve fekete ugye az autó. A fejed fölött van egy fekete üveges targa tető, ami szívja be a napsütést és felforralja az agyvizedet. A V8 elől termeli a hőt, nem keveset. Esetleg úgy gondolnád, hogy bekapcsolod a szellőzőrendszert, mivel az autó gyárilag klímás, de nálam még soha nem működött. Ezért mit fúj be a szellőző az arcomba? A V8 által előállított 90 fokos hőmérsékletet. Na, piros lámpánál állva nem őszinte a mosolyom. A megoldás, meg kell csináltatni a légkondit. Régóta tervezem, de idén tavasszal elhatároztam, hogy megcsinálom. Apránként berendeltem minden egyes alkatrészt, hogy új legyen. Nem akarok bontottakkal küzdeni. A klímahűtő, a szárítószűrő, a beltéri egység, ilyen evaporátornak nevezik ők. Éppen tegnap kattintottam le a klímakompresszort, mert az kicsit nehezebb mutatvány volt, de most már az is úton van. Mindent az USA-ból, mert oda valahogy nem jutott el a háborús infláció. De ma francokat, dehogy nem. Hát dehogy nem. Úgyhogy az árak emészthetőek, például egy klímahűtő 30 ezer forint. Szerintem itt nálunk ilyen 11-12 évvel ezelőtt is 100-120 ezeres nagyságrend volt, akár egy Opelhoz is. Semmi más nem marad a régi vagy az eredeti, mint a klímacsövek. Azt meg itt Magyarországon bárhol tudsz csináltatni, úgyhogy lesz végre klímám! De addig is lett egy vészmegoldásom, ami ha hiszed, ha nem, néhány fokot azért javította a hőmérséklet érzetemen. Tavaly készült a videóm a full gyári állapotú, ugyanilyen csak fiatalabb Transam GTA-val, a bordó színűvel. Ezekben nem voltak még hűtőszekrények, meg kristálypoharak. Hiába is lettek. Abban láttam olyat, amit azelőtt még sohasem. Lehet, hogy nem gyári a cucc, lehet, hogy gyárilag volt benne. A méretet muszáj volt levennem. Kárpitossal csináltattam a targák belsejére nyári kabátot. Kárpit anyaggal megegyező színben elkészült, ilyen kemény hátulja, kemény hátuljával rendelkező, gyakorlatilag egy takaró. Amióta ez fent van, sokkal kellemesebb a hőérzet. Ideglenes megoldásként, amíg a klíma nincs megjavítva, nagyon jól szerepel. Az biztos, hogy 3-4 fokkal hűvösebb van az autóban. Hát fejmagasságban legalábbis biztos. Ami pici hiba, de szerintem vicces, és valahogy ezáltal lesz lelke egy autónak. A benzin mutatóm csal. Kit műszerfal alatt ott van az eredeti órás műszerfal is, és lehet, hogy az én hibám, mert azt sem akartam kikötni, azt akartam, hogy mutasson az órás is, holott nem nagyon nézegetem, nem pontosan mutatja a szintet, ami annyit jelent, hogy olyan negyednél, negyed alatt egy picivel már mennem kell tankolni. És itt jön a lelke, mert cserben nem hagyám, sosem fogyott még ki, benzinhiány miatt nem állt meg velem az úton, mert előtte jelez. Mégpedig úgy, hogy nagyobb kanyarban, vagy ha például egy körforgalomból lendülettel jövök ki, akkor leáll a motor. Gógy, rutinos vagyok, már tudom, hogy kell kezelni. Még gurulás közben, amikor már leállt a motor, kiveszem üresbe, gyorsan újraindítom, pöcre elindul, visszateszem D-be, a mögöttem lévők nem is vesznek ebből észre semmit, és utána még simán elmegy ám egy 10-15 kilométert. Mostanában már ez annyira gyakran nem fordul elő, mert ilyen fél tanknál általában tele szoktam tenni, nem nagyon foglalkozom vele, de azért vicces, nem? A kilincsek gyárilag elég gyenge anyagból vannak. Fém mindegyik, de annak ellenére, hogy 12-13 évvel ezelőtt, amikor a nagy felújítást csináltuk, külsőből, belsőből újat vettem, a baloldalinál a belső már eltört egy olyan
3-4 hónapja, azt muszáj volt kicserélnem. Erre most néhány hete a jobb oldali is megadta magát. Nem csinál semmit, csak lötyög össze-vissza, viszont ennél nagyobb gond, észrevettem, hogy a külső sem tökéletes. Ilyenem van, belsőt ki tudom cserélni, mert ebből van egy tartalékom otthon. A külsőnél az a nagyobb gond, hogy már a fényezésbe is beleütött, ugyanis ez a két kicsi részfogja, tehát magát a kilincset így működtetett, hogy meghúzod, és ott két fém van. Na most ez eltört, és belemozdul ide a kaszniba. Ez azt jelenti, hogy a két fülből már csak ez az egy működik. Inkább így fogom meg, és így nyitom ki az ajtót. Ezért baromi óvatosnak kell lennem, mert ha esetleg ez az egy fül is meghal, és mondjuk én még lustaság miatt nem cseréltem ki a belső kilincset, akkor vége, ennyi, nem tudom kinyitni az ajtót, se külső, se belső kilincsem nincs. A motor megbízhatóságával úgy nincs különösebb bajom. Az elmúlt 13-14 évben összesen háromszor volt olyan eset, hogy lerobbant, vagy éppen nem indult el. A három esetből kettőt egy azon alkatrész okozott, név szerint a gyújtásmodul. Így ezt az én autóm típus hibájának könyvelném el. Egyébként a harmadik problémát is gyújtáscucc okozta. Egy icipici tekercs, de mondjuk annak az öregedése, oxidációja volt a gond, de erről van külön videó is. Így néz ki maga a modul. A gyújtás elosztó belsejében van, kettő csavar rögzíti, és két stekker megy rá. Az a vicc, hogy a harmadik lerobbanáskor, ami végül a tekercsiba lett, a hibát kerestük, akkor én minden gyújtáscuccból rendeltem újat. Ebből a modulból is, ami aztán 8 hónapot bírt. Miatta nem tudtam eljutni egy budapesti Total Car parkoló parádéra. Félútig, mert Tatabányáról már tréler hozott haza. Itthon leszedtük a trélerről, másnap reggel szétszedtem, és visszatettem bele a régi modult, ami a tekercsgond előtt volt benne. Pötröf! Azóta is az van benne! Ezek a problémák, ha másra nem is, arra jók, hogy tanuljak belőle. Vettem a gyújtásmodulból egy tartalékot, a legeslegjobb minőségűt, és a cseréhez szükséges szerszámmal együtt itt tartom magamnál a középső könyöklőben. Ha bármi történne, én rá vagyok készülve! Ablak, emellő, motor! Egy nagyobb felújítás, vagy restaurálás, akár újjáépítés során hiába igyekszel mindent észben tartani, vagy a kisebb dolgokat is felújítani, például ülésváz, lámpaszerkezetek, lesz olyan elem, vagy alkatrész, ami ki fog maradni, mert elfelejted, vagy csak éppen nem látod a jövőt, hiszen honnan tudnád előre, hogy 5 év múlva mi fog elromlani? Hát... Tetszik tudni, az egy olyan dolog, hogyha... Előre a rosszabb se tudjam. Az ablakemelő kapcsolókból vettem újat, de a motorok, amik az oldalüvegeket mozgatják, azok még a gyárja. 37 évesek. És ez itt a jobb oldalon sajnos egyre jobban látszik. Ha egyszerre mind a kettőt mozgatom, ez, mint a lassított felvétel. De amikor csak önállóan megy, akkor is látod, hogy ennek azért nem ezzel a sebességgel kéne működnie. Mivel már nagyban szedem össze a téli leállás alatt elvégzendő melókat, klíma, tetőkonzol, ezért berendeltem a rockautóról egy ablakemelő motort is. Persze, amikor majd azt cserélem, és ki lesz belezve az ajtó, akkor a komplett szerkezetet és a csuklópontokat is össze-vissza fogom zsírozni. Miért több zsírt eszünk, annál jobban fogyunk. Ha már motor. A csomagtartó éle, a vonala nem áll szépen, mert egy motor húzza, vagy húzná a helyére. A hátfalon, itt középen belül van egy szerkezet, amely egy motor segítségével, kettő darab sínen, ilyen műanyag csúszkák és műanyag persejek segítségével tudja szintbe húzni a csomagtérfedelet, illetve amikor oldod, akkor kicsit feltolja. Jó volt, működött, egészen néhány évvel ezelőttig, amikor egyszer csak megállt. Télen szétszedtem mindent, tettem bele egy új motort, az már működik, viszont csak akkor húzza és tolja ki, hogyha direkt áramot adok a motornak, ami annyit jelent, hogy vagy a relé lesz a hibás, vagy a mikrokapcsoló, ami a zárnyelvvel vezérli az egész folyamatot, hogy induljon a motor vagy nem. Én sajnos utóbbira tippelek. Szerintem mikrokapcsoló lesz a gondja, ugyanis a vége felé már csavarhúzóval kell piszkálgatni, mert nem mindig érzékel. Sajnos viszont a mikrokapcsoló nem kapható külön, egyben tudod megvenni az USA-ban a komplett szerkezetet. Sínekkel, motorral, persejekkel együtt $500 kerül. Úgyhogy srácok, kéne még vagy egy 100 csatornatag, mert így csapkodnom kell. Finoman lecsukva ugyanis nem reteszel. Hogy valamennyire zárt állapotba kerüljön, be kell, ezt kell csinálnie! Produkció! Ezt kell csinálnie!
Viszont egy ilyen durva csukásnál már sajnos pattont le festék innen az éléről, ezért nem nagyon szeretem rendezvényen nyitogatni. Maximum, hogyha tényleg valamiért ki kell nyitnom és le kell csuknom, akkor teszek ide egy kendőt, hogy ne éljenek össze az elemek, de nem jó az így. Tudom, hogy ez nem kifejezetté hiba, de engem mégis nagyon zavar. Iszonyatosan borosodik, koszosodik a hátulja. Mivel nem tudom tökéletesen, teljesen becsukni, illetve az autó formai kialakítása, tehát a hátuljának ez az egyenes mi volt a miatt, a légáram nagyon gyorsan felkeveri ide a koszt és a port, sajnos a hátulja igen-igen hamar mocskos lesz. A lökhárítót nem, de a hátsó lámpát persze a plexi takarja, viszont erős napsütésben oda is belátni, hogy mekkora por is van ott. Igen, erre tulajdonképpen van megoldás. Ahogy mutattam is az előbb, a plexit letépve a lámpacsíkokat vizes vagy akár száraz rongyal ki lehet törögetni, de ezt akár egész nap csinálhatnám. Egy szó mint száz, hibátlan autó, problémamentes projekt nincs. Nem kötelező tökéletességre hajtani feltétlenül, hanem tessék élvezni a munkát, ami közben van. Például itt vagyok én, aki az elejétől kezdve bármilyen készültségi fognál, őt szerettem, és szeretem a mai napig, a hibáival együtt is, és nem adnám oda soha semmiért. Téged tőlem már nem vehetnek el.